No, tehát akkor a Informatika Történeti Fórum elnöke, Tik József professzor úr nevében szeretném üdvözölni a hallgatóságot, és egy pár szót szólni arról, hogy tulajdonképpen mi is ez az Informatika Történeti Fórum, ami miatt itt vagyunk, illetve részben ami miatt, mert több más társszervezője is van a mai rendezvénynek, amit a meghívóból elolvashattok. Tehát az Informatika Történeti Fórum az foglalkozik a szakmánknak a múltjával, összhangban a Neumann Társaságnak azzal a célkitűzésével, aminek azzal a négy részből álló célkitűzéséből, aminek az egyike a múlt örökségének a megőrzése, és ennek keretében több dolgot csinálunk. Az egyik az, hogy ilyen emlékkonferenciákat rendezünk a szakma jelentős intézményeiről, illetve jelentős témáinak a múltjáról. Ilyen már 51 néhány van, és mindegyiknek a teljes előadás anyaga megtekinthető a honlapunkon. Ez is fönt lesz néhány, inkább hét, mint nap múlva. És üzemeltetünk egy honlapot, amin igyekszünk mindenféle adatot összegyűjteni a szakmának a múltjából, tehát van körülbelül egy olyan 800 főből álló személyek listánk, egy része még él, másik része már nem, akikről életrajzi adatokat közlünk, intézményekről, termékekről, gépekről, szoftverekről, rendszerekről. Van egy írásgyűjteményünk, ami ilyen repozitórium-szerűen gyűjti a legfontosabb írásokat, publikációkat, vagy esetleg fő kéziratokat a informatika történet témájából, és van egy részletes listánk a rendezvényekről, amik az elmúlt most már több évtized alatt rendeződtek a szakmában. Összesen olyan 4-5 ezer tétel van eddig összegyűjtve, és ez olyan mondjuk inkább 10, mint 5%-os éves gyarapodással növekszik. Ha bárki úgy érzi, hogy ez bármilyen formában hozzá tud járulni, akkor a honlapon megtalálja a szükséges adatokat, hogy hova kell fordulni. Ilyen rendezvény, hát itt a Covid az egy szünetet jelentett, mert úgy határoztunk, hogy ezeket a formájú rendezvényeket, ahol lényeges az, hogy az emberek találkozzanak, ezeket nem próbáltuk meg online alapon csinálni, tehát itt volt egy elég hosszú kiesés, de Covid óta már ez lesz azt hiszem a harmadik vagy negyedik rendezvényünk, amit sikerült összehozni személyesen, és hát mondjuk az időjárás kellemessége ellenére ezért elég szép létszámmal, akiket ezennel üdvözlök. És akkor nem is húznám a szót, hanem megkérném Szabó György kollégát, hogy a továbbiakat ő vezesse le.